Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Kátai Gábor kórházban, beszélgető társam Kovácsné Szilvási Anikó. Beszélgetésünknek egy nagyon szép apropója van, hiszen a Magyar Ápolási Egyesület országos vezetősége kimagasló szakmai és egyesületi munkássága elismeréseként elismerő díszoklevelet adományozott önnek a közelmúltban. Ehhez szeretnék először is gratulálni, és hát egy picit tekintsük is át ezt a több évtizedet, amit itt töltött a kórházban. Hogyan is kezdődött ez a pályaválasztás? Köszönöm szépen. Már 27 éve, hogy itt dolgozom a kórházban. Az általános iskolában nagyon sok szakkörre jártam, csecsemőgondozóira, elsősegély szakkörre, meg Vöröskereszthez szakkörre. Úgy indultam, hogy majd én csecsemőgondozó leszek. Versenyekre is jártam, jó, szép eredményeket értem el, és így jelentkeztem a szakközépiskolába. De mikor eljött a legelső kórházi gyakorlat, minden osztályon szerettem lenni, akkor változott meg a véleményem. Kifejezetten, mikor a belgyógyászatra kerültem. Nagyon sok oldalú a belgyógyászat, nagyon sok fajta ember fordul meg, nagyon sokféle betegséggel, nagyon megszerettem, és akkor döntöttem el, hogy a belgyógyászaton fogok dolgozni. 86-ban érettségiztem, és rögtön érettségi után el is kezdtem a munkámat a kettes belgyógyászaton. Következő évben beiskoláztak a felnőtt szakápolói iskolába, azt Szolnokon végeztem, utána folytattam a munkámat. 89 évvége fele indult be a belgyógyászat részlegeként a művese részleg, és ott dolgoztam, onnan mentem egyesre, utána 6 év után újra vissza a belgyógyászatra, és azóta is itt dolgozom. Nagyon szeretek. Mi jelenti a legnagyobb elismerést azon kívül, hogy a betegek nagyon örülnek, hogyha meggyógyulnak, és hát a simogató kéz az nagyon sokat jelent egy bennfekvő idősnek, hiszen ez a belgyógyászaton nagyon sok idős ember fekszik, de egyáltalán mi tartotta a pályán ennyi évig? Hát az, hogy nagyon szeretem a szakmámat, és szerintem ezt nem is lehet másképp csinálni, csak annak, aki szereti a szakmáját. Ha újra kezdhetném, akkor is ápolónő lennék. Ezt nagyon határozottan állítja, és igen. Akkor én úgy látom a szavaiból, meg ahogy a csillog a tekintete, hogy beszél a munkájáról, hogy nem bántam meg, hogy nem a csecsemőkkel foglalkozik. Nem bántam meg, bár szeretem nagyon a gyerekeket, de egyáltalán bántam meg. Úgyhogy újra a belgyógyászatra jönnék megint dolgozni. És mit kell tudni az osztályról? Tehát ott ki most a osztályvezető, meg egyáltalán mi mindennel foglalkoznak, hiszen a művese állomásról beszéltünk, de most a belgyógyászatról mit kell tudnunk? A belgyógyászati osztályon most a Szolnoki Erzsébet doktornő a főorvos, ott dolgozik még Bakos Piroska doktornő, Jusef doktor úr és Kalapáncsi doktor úr. Nagyon jó a nővéri gárda nálunk, nagyon szeretem őket, nem is szívesen válnék meg tőlük. Úgyhogy ajánlottak már máshol munkalehetőséget, de elsősorban a kollektíva miatt nem mentem el, meg nem is szeretnék elmenni. Ha lehet ilyet mondani, innen szeretnék nyugdíjba menni is. Hát ez még egy kicsit odébb lesz, de akkor picit beszéljünk a családról, itt említette a gyermekeket, mit kell tudni róluk? Igen, van egy 20 éves és egy 18 éves fiam. A 20 éves fiam a Nyíregyházi Főiskolán tanul, a kisebbik fiam pedig most végzett Törökszent Miklóson a Székácsi Elemér szakiskolába, húsipari szakmunkás lett, mint az édesapja. Úgyhogy nekik is szeretném egybeszt megköszönni, sőt, elsősorban a férjemnek, mert nélküle nem jutottam volna idáig, nem tudtam volna így dolgozni. Nagyon-nagyon sokat segít nekem, mai napig is. Bevásárol, megfőz, és bármilyen házi munkát levesz a vállamról. Tehát akkor egy ideális férj. Igen. És mi jelenti a kikapcsolódást önöknek? Hát nagyon keveset tudunk együtt lenni a 12 órás műszak miatt. A férjem is nagyon sokat dolgozik, de hát én nem nagyon szeretek menni horgászni, de a férjem meg a fiam nagyon nagy horgász, így akkor strandolással egybekötjük, mert én viszont azt szeretem. Amúgy olvasni szeretek nagyon, meg azért keresünk időt arra, hogy együtt legyünk. Lesz esetleg kikapcsolódás nyárra, terveznek-e valami nyaralást, vagy hogyan lehet feltöltődni a következő hosszú hónapokra? Igen, igen, augusztusban a hegyekbe megyünk a barátainkkal, és ez nagyon jó kikapcsolódás lesz. Együtt lesz a család, a barát, és akkor a mindennapi hétköznapokból egy kicsit kiszabadulunk és feltöltődünk. Mit jelentette ez a díj most önnek, hiszen ezért gondolom a kollégái az büszkék rá, hogy ezt megkapta, de önnek mit jelentett?
Hát nagyon-nagyon meglepődtem, amikor a főnővér fölhívott, hogy azon a bizonyos napon mennem kell Szolnokra átvenni ezt a díjat. Nagyon-nagyon meglepődtem, de nagyon-nagyon örültem is, és nagyon megható volt számomra, hiszen 27 év alatt még soha nem kaptam semmiféle kitüntetést. Nagyon-nagyon örülök neki, és még egyszer nagyon szépen köszönöm. Jó munkát kívánok még önnek, és hát azt, hogy ugye olyan szeretettel beszéljem még sokáig a munkájáról, és jó kollektívában dolgozom a későbbiekben is. Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen a beszélgetést!